Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy rövidke kis évértékelést szeretnék megtenni, pár szót a 2024-es évre, illetve természetesen a kérdésekre, állandóan felmerült kérdésekre szeretnék válaszolni. Ami számomra lényeg, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagy örömmel töltött el, igencsak sokan nézik, az én szintemhez képest. Igencsak sokan nézegetik a videóimat, sokan jeleznik is itt-ott, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy hozzászólnak. Azaz, megint eltellett egy év, tavaly ilyenkor, egy picit előbb, december elején megtettem ezt az évértékelést, most pedig beszélek a tervekről, változásokról, hírekről. A hírek igazából nem nagyon izgalmatos dolgok, újdonság nagyon nem lesz, nagy változást nem tervezek. Ami állandóan kérdés, kérdés volt, kérdés lesz, és hogyha 5 év múlva ugyanezt a videót, ehhez hasonló videót megcsinálok, akkor természetesen fel fogja tenni valaki előtte az évbe ezt a kérdést, ami nem lesz változtatás. Nem lesz kommentelési lehetőség sem a blogomban, sem pedig a YouTube csatornámon. Nekem nem kell az, hogy én napi szinten, heti szinten takarítsam a komment szekciót. Én igazából elég sok videókat nézek, akár Linuxos, akár más szakmai, számomra szakmai videókat, és azt látom, hogy az emberek egy része, ez a kevesebb része, de a bosszantóbb része, nem tudja a moderációt saját maga megcsinálni olyan stílusban, olyan témáról, úgy szól hozzá egy-egy videóhoz, ami igazából nekem nem tetszene, az én videóm alatt lenne. Ez nem kirekesztés, egyszerűen csak nem szeretnék ezzel foglalkozni. El kell mondanom, volt az elején különböző bejegyzések, megjegyzések, aztán letakarítottam az egészet, és automatikusan bejelöltem, van ilyen lehetőség a YouTube-on, hogy bizony nem engedélyezek, nem szeretnék videóim alatt komment szekciót nyitni. Ha valami olyasmi hozzászólásod van, hogy az érdemi, tehát ahogy is mondjam, a témához hozzászólsz, vagy éppen hülyeséget beszélek, amit szeretnél kijavítani, kettő módon meg tudod tenni, használd a linuxmint.hu fórumát, ott bizony egy bejegyzést tudsz tenni, hogy ez a véleményed, volt ilyen, és onnan jött az ötlet, egyetértesz, nem egyetértesz, más a véleményed, hogyha ezt kulturáltan megteszed, akkor nagyon örülök neki, tehát véleményt nyugodtan lehet formálni, és ott van a linuxmint.hu-nak az oldala, és van ott egy fórum szekció, és hogyha valakinek véleménye van, akár az enyém, vagy akárkinek a Linuxos megszólalásáról, ott véleményt tud mondani. Természetesen van erre a témára, tehát a Linuxos témára rendelt magán mailcímem is, az pedig nagyon meglepően úgy hangzik, hogy linuxvideok@protonmail.com, azaz gyakorlatilag ezt hetente egyszer megnézem. Ha valami hiba van, vélemény van, tehát nincs elzárva senki attól, hogy véleményt mondjon, csak nem a videók alatt vagy a blogom alatt tudja azt megtenni. Linux mint oldal. Többször elhangzott már tőlem itt, hogy Linux mint oldal. A linuxmint.hu oldalon, igen, ott elég aktív vagyok, sokszor ránézek, naponta legalább egyszer arra az oldalra, tehát hogyha valaki azon keresztül ott bejegyzésbe, fórum bejegyzésbe kritizálja, dicséri, na hát ez jól esik általában, a videóimat, illetve hát hozzászól természetesen az esetleges blogbejegyzésemhez, az nagyon jó dolog lenne. Azaz igen, oda átkerültek a hírek, az én cikkeim, egyszerűen csak azért, hogy biztos, ami biztos, hogyha valami történne a honlapommal, nyilván megszűnhet, nyilván bármi történhet, akkor azok a cikkek meglegyenek. Azaz, ott el tudtok érni engem. magyarlinux.hu, tehát a blogom, az én honlapom, nem változik semmi, több hír lesz. Ennyi a változás. Ennek egyetlen egy oka van. A Linux mintes oldalra rakom fel folyamatosan a híreket, tehát a napi események, megjelenések, egyebek, hogy is tudjátok. Nyilvánvalóan akkor a saját honlapomra is felteszem, vagy fordítva, hogyha már a saját honlapomra felkerül valami, akkor oda is átkerül. Ami változás lesz, illetve nem változás, mert többen észrevettétek, és nagyon jól esik, hogy így követitek a igazából nem túl érdekes eseményeket, első lépésben a régebbi bejegyzéseket újítom fel. Lesznek új tartalmak is, de észrevettem, hogy 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éve után
ugyanaz a téma egy kicsit másképp jelenik meg a gondolataimba, kiegészítem, illetve elveszem belőle azokat a szakmai hibákat, amiket utólag már rájöttem, hogy hát az igazából nem odavaló, nem úgy kéne, másképp kéne. Tehát az oldalamon a régebbi cikkek felújítással kerülnek, azok folyamatosan előre kerülnek, tehát észre lehet venni, hogy valamin javítottam, átírtam. Videók. Videók, az utolsó fél évben elég forrongásos volt az agyamba ezek a videók téma, a videók rövidebbek lesznek. Miért? Megváltozott a világ. Megváltozott a világ, a rövidebb tartalmakat sokkal jobban szeretik. Természetesen nem egy-két perces, ez nem így fog működni, hogy 2 perc alatt ledarálok valamit, rövidebbek lesznek a videók, hogy kényelmesen, könnyebben, egyszerűbben át tudjátok látni, hogy egy-egy téma mi, és akkor azt meg tudjátok nézni, vagy hogyha nem érdekel, nem nézitek meg. A kinézet is változott, nyilván ránéztetek az oldalra, a videók oldalára, egy egységesebb, több lépcsőben történt meg ez a változás, többször átgondoltam a dolgokat, egységesebb lett a kinézet, tehát ez a szürke alapon, egyszerű alapon lévő kinézet, az meg fog maradni, fölírva a Linux videók, meg a téma, könnyebben kerestek. Könnyebben kerestek, bár igaz az, hogy egy színesebb oldal jobban néz ki, de véleményem szerint az, hogy egy címlapra fel van írva gyorsan átnézhetően az, hogy miről szól egy videó, az lehet, hogy nem a legvonzóbb, nem generálja a kattintásokat, de igazából nekem teljesen mindegy, hogy rákattint valaki a videó elejére, belenéz 1 percet, aztán ott hagyja, vagy rögtön látja, hogy éppen az a téma, ami oda ki van írva, őt aztán igazából nem érdekli, és nem kattint rá, vagy gyorsabban megtalálja, és ez a lényeg, gyorsabban meg tudod találni azt a témát, amit téged érdekel, azaz rövidebbek lesznek, és egységesebb kinézetű lesz. A témaválasztás nálam nagyon egyszerű, ami akkor és ott érdekel. Ha van olyan egy téma, ami érdekes lehet, és feltéve, hogy nem lesz ebből sértődés, ha nem készül el, természetesen a Linux videók @protonmai.com-on meg lehet tenni a kérést, nagy valószínűség, hogy nem lesz meg. Miért? Mert nyilvánvalóan én ahhoz értek, amit csinálok, és hogyha kérdeztek olyan rendszerről, olyan programról, amihez nem értek, avval nem égetem magam, hogy csak azért, hogy legyen. Többen jelezték, volt, aki udvariasan, és volt, aki úgy, hogy igazából megint megerősítette, hogy nem lesz komment szekció, véleményezés egyéb a videók alatt, azaz betalált a YouTube engem is, gyakorlatilag miért mondom, hogy betalált engem is, mint mindenkit. Telenyomja a YouTube a videókat, 5-10 perces videóban van 3 reklám, az nem jó, igaz? Úgy is értitek, miről beszélek, tapasztaltátok. Pár hónappal ezelőtt teljesen általánossá vált, hogy telenyomják a videókat reklámmal, nem csak előtte, ami egy természetes dolog, elfogadható. Előtte van egy fél perces, 15 másodperces reklámblokk, amiből esetleg a YouTube-nak van pénze. Nekem nincs, tehát ezt hozzá kell tenni. Hiába gyanúsítottak meg, hogy azért van annyi reklám, mert ebből pénzt csinálok. Na hát, gondoljátok el, 100-as, 200-as nézettségnél milyen reklámpénzeket lehetne leakasztani, még hogyha lehetne, akkor se lenne érdemes ezzel foglalkozni. Azaz gyakorlatilag a hócipőm tele van a YouTube-bal. Nyilván ez személyes ellenszenv is a YouTube-ban, mert életemben egyszer tiltottak le. Egyszer. Értsétek azt, hogy nekem jó néhány videóm fent van a YouTube-on, nem csak Linuxos. Egyéb téren is egyszer tiltottak le videót, és megsértettem a közösségi elveket, amikor egy YouTube letöltőről írtam, beszéltem. Hát bizony ez kellemetlen volt, mert frászt kaptam, amikor kijött, hogy hát le van tiltva, és hát megsértettem a közösségi elveket. Ismertek? A legkritikusabb politikus sem köthet bele az én videóimba, semmilyen téren, nem politizálok, nem osztom az észt, nincs reklám benne, mármint olyasmi reklám, ami sértene bárkit. Aztán jött a levélke, hogy bizony-bizony le vagyok tiltva, meg hát ezt a videót le kell venni azonnal, mert megsértettem. Hát egy kicsit megijedtem, hogy mi történt, mit követhettem el, szóval azért nem nagyon szeretem ezt a YouTube-féle gárdát, főleg az ilyen hozzáállással, azaz YouTube teleteszi a hirdetésekkel a videót, ez ellen van megoldás. Jelenleg egyetlen egy megoldás van a free to be, azaz
a FreeTube elnevezésű kis programocska, avval tudod nézni Linux alól a videókat, fel kell telepíteni, aztán örömmel lehet nézegetni reklámmentesen az egész dolgot. Nagyon zavaró. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon zavaró, az, hogyha beletesznek mondjuk egy zeneszámba, komoly zene, vagy könnyű zene, akármilyenbe, vagy esetleg egy hangos könyvbe, vagy egy videóba, rengeteg reklámot, és nem is úgy, hogy lefut a 15 másodperces reklám, és indul a videó, hanem nekem kell kattintani, hogy átugrás. Hát ez így nem jó. Ez így nem jó. Vagy pedig természetesen, hogyha problémás az, hogy esetleg ilyen programon keresztül nézed a YouTube videókat, akkor le is lehet tölteni. Az én videóimat, ezekről tudok én beszélni természetesen, simán letölthetitek megfelelő programocskával. Hát, hogyha felmentek az én honlapomra, vagy esetleg a Linux Mintes a magyar oldalra, rákerestek a YouTube letöltés címszóra, biztos megtaláljátok azt az egyszerű kis parancsoros eszközt, amivel le tudjátok szedni a videót. Ezt azért menet közben mondom el, és nem írom le sehova, mert a cenzorok megint letiltanák a csatornámat, azt pedig én igazából elég negatívan értékelném, mert hát amit a YouTube csinál jelenleg, az nem korrekt. Legyen előtte, mellette, alatta, fölötte reklám, abból élnek, egyértelmű. Ajánljanak terméket oldalsó sávba, nyilván akit érdekel, az nézze meg, de ne a videók közben. Ne a videók közben, és 8 perces videóban ne rakjanak már be esetlegesen egy-egy reklámot. Ennyi volt az, ami a jövőképen, gyakorlatilag megyünk a megkezdett úton. Évértékelésként annyit tudok mondani, hogy 2023 Linux vonalon nagyon sikeres volt. Örülök neki, hogy feliratkoztatok, örülök neki, hogy sok videót néztetek meg, örülök neki, bár ezt nem látjátok, de én látom a statisztikába, a nézettségi idő is megugrott. Azaz nem csak arról van szó, hogy az elejére rákattintotok, és 2 percet néztek, aztán becsukjátok, mert az teljesen unalmas és semmit ér, hanem arányába, a hossz arányába, szépen megnövekedett a nézettségi idő, nézettségi arány. Pár adatot megosztanék veletek, 1420-an iratkoztatok fel, ez nagyon szép szám, miért? Mert aki emlékszik arra, hogy miért és hogyan indult ez a YouTube csatorna, a Linux Mindez Zolinak a Discord szerverén beszélgettünk egy-két dologról, Zolinak készült egy videója, amire nekem egyszerű volt videóban reagálni, kiegészíteni az ő elgondolását. Bizony, akkor arról volt szó, hogy a 10-20-an megnézitek ezt a videót, vagy megnézitek a csatornán, föliratkoztok, akkor avval én elégedett vagyok. Utána egy kicsit megemelkedett az elgondolásom, hogyha 100-an föliratkoztok, az már nagyon jó. Hát most már 1420-an vagyunk. Persze, tudom, hogyha macskás videókat csinálnék, vagy egyéb ilyen közkeletű és érdekes és hű, de nagyon okosságokat mutogató dolog, hogy egy macska futkározik, akkor nyilvánvalóan többen feliratkoznátok, az érdekesebb lenne, de mivel macskám van, de arról videót nem csinálok, fölösleges, inkább ezzel foglalkozok, azaz örülök az 1420 feliratkozónak. Nekem nagyon jól esett, hogy egész sokan nézitek a videóimat, miért? Mert hát bizony észrevehető az, hogy emelkedik a nézettségem, észrevehető, hogy egyre többen érdeklődnek azon témák iránt, amiket én fontosnak tartok, és úgy is észre lehet venni, hogy sokszor periférikus, pár embert, maximum egy tucat embert érintő dologról beszélek. Nézzük is meg, dátum szerint berendezzük a dolgokat, észre lehetett venni, ugye, hogy nekem időzített videóim vannak. Ez egy nagyon fontos információ, azért fontos információ, mert nekem az a tervem, illetve hogyha bírom videó készítése, minden héten, hétvégén jelenik meg egy darab videó, hétvégén, ez a lényeg, pénteken vagy szombaton éjfélkor, és akkor mindenki tudja, hogy mire tud számítani. Ezt azért emeltem ki, mert egy ideig csináltam ezt, hogy premierként beállítottam, és akkor előre lehetett tudni, mi, mikor, meg hogyan jelenik meg. Ennek nem nagy értelme volt, én úgy gondolom, hogy ez a ciklikus, hétvégén megjelenő videó nagyon jó,
Ennek két oka van. Egyik, így legalább én mindig előre tudok dolgozni, szeretek előre dolgozni, illetve a másik az, hogy ti tudjátok, hogy mikor jelenik meg a videó, és meg tudjátok nézni. A hétvégi megjelenítést statisztika alapján csináltam meg. Hétvégén nézitek a legtöbbet a YouTube csatornámat, gyakorlatilag ezért akkor jelenik meg. Oké, azaz! Dátum szerint berendeztem, 18. december 8-án jelent meg az első videóm, az MX Linuxról természetesen elég régen, azaz ki lehet számolni, hogy hány éves a csatorna. Megtekintés. Megtekintés szám az igazából nekem nem oszt szoroz, hanem annyit jelent, hogy mi az, ami érdekel bennetek. Amit már tavaly is mondtam, az OpenShot-ról készült videóm az bizony a legnézettebb. Hogy ez miért, én nem tudom. Bevallom őszintén nektek, nem tudom, mert igazából az OpenShot egy jó kis vágóprogram, de ekkora érdeklődése nem számítottam, illetve vannak ennél jobb videók az interneten magyarul. Tehát nem tudom, hogy miért néztétek, de biztosan érdekes volt. Természetes, amin nem csodálkozok, hogy a Cinnamonról készült, a Linux mint Cinnamonról készült videóm, az igazából nézett. Miért? Megmondom miért. És miért lesz egyre több olyan videó, nem egyre több, inkább úgy mondom, hogy több, olyan videó, amikor egy felületet mutatok be, egy disztribúciót mutatok be, kinézetre, hogyan telepítjük meg, ezt tudjátok, mit kapsz, ha feltelepíted témakörben, mert akkor az ember el tudja dönteni, kell ez neki, avagy nem kell neki. Tehát nem kell feltelepíteni valamit ahhoz, hogy eldöntsd, hogy neked kell, éppen hogyha valakinek nem tetszik, legyen a példa a Cinnamon, a Linux mintes Cinnamon, akkor nem telepíted fel. Tehát ez egy érthető dolog, hogy ezeket a videókat sokan megnézitek. A Tor böngésző, nagyon örülök neki, hogy egy minimális odafigyelés van Tor böngésző ügyileg az embereknél, lehetne nagyobb nézettség is. Lehetne nagyobb nézettség is, természetesen minél nagyobb az ilyen biztonsági dolgokkal kapcsolatos nézettség, annál nagyobb a lelkesedésem a témában, mert ez fontos dolog, hogy azért odafigyelünk a biztonságra, a média klikkes letöltés, audiovágás, logikusan eléggé érdekes dolog, melyik Linux való a kezdőknek, izgalmatos téma. Egyébként azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon szeretik az emberek a főbb, érdekesebb, ismertebb programok bemutatását, természetesen emellett lesznek kisebb programok is. Oké. Azon kívül lehet látni, hogy a lájkolásos és diszlájkolásos gondolatokat is látom. Ezt nem tudom berendezni, hogy hányan lájkoltátok, hány százalékba tetszett, nem tetszett az embereknek. Itt van egy kis hátulütője annak, hogy nem lehet kommentelni, mert engem nem az érdekel, hogy miért tetszett valakinek a videó. Nyilván megnyomja a lájkot, aztán kalapkabát neki. Igazából nem oszt, nem szoroz, hanem nekem az lenne az érdekes, hogy ha véletlenül valaki azért diszlájkol valamit, tehát nem tetszik neki a videó, vagy hibát talál a videóba, hogy azt megossza velem, ahogy mondtam, a Linux mintes fórum alatt meg lehet tenni, illetve a magán erre rendeltetett mail címemet is megosztottam. Oké, a vezető akármi a leges legjobbak mögött, nézzük meg, hogy kikullog leghátul. Hát a nulla az azt jelenti, hogy az bizony még nincs fent, gyakorlatilag a hátsó részben, tehát az, ami kevesebb nézettség van, azok általában a kisebb programok, oké, a zajszűrés, flatpack csomag, egyéb az azért ilyen kevés a nézettség, mert most kerültek fel, hát nem elvárható, hogy állandóan rögvest megnézze mindenki, legalább háromszor azt a videót, hanem igazából ez lemaradt, tehát ez egy természetes dolog. Vannak olyan dolgok, amik természetesen kevés érdeklődést, réteg érdeklődést adnak, például az X-Monad. Szerintem az emberek, linuxozós emberek, így szükítem a kört, ha őket tekintjük 100%-nak, akkor nincs 1%, aki egyáltalán tudja, hogy mi az, hogy X-Monad. Nyilvánvalóan akkor nekem ez a rendszerke tetszett, nagyon örültem neki, hogy találtam, szuper rendszer, csak nekem nem éri meg a befektetett energiát, hogy avval mindent úgy állogassa be, mert ott mindent úgy be lehet állogatni, hogy nekünk tetszik. Hát szóval igazából egy érdekes rendszer, de nagyon periférikus, még az 1%-on belül, aki éppen ismeri is, hogy ez micsoda,
akkor abból is nagyon-nagyon kevesen maradnak meg hosszabb idő mellett. Akkoriban tetszett Ranger, Texpander, egyéb ilyesmi. Ezek valóban egy rétegnek szólnak. A Ranger fájkezelőt szerintem az emberek 0,1%-a ismeri, hát azon belül is kevesen használják, hiszen hogyha valaki terminálos fájkezelőt szeretne használni, van másik, tehát aki a terminálos fájkezelőt használja, vagy legalábbis arra felé nézelődik, annak a csoportnak is egy kis része nézegeti a Ranger-t, hiszen van ezen kívül 1, 2, 3, 4, 5, legalább 5-öt fel tudnék sorolni, ami hasonló szintű, hasonló kényelmű, mármint amennyire egy terminálos fájkezelő kényelmes lehet, szóval ezt kevesebben nézegetitek meg, de aki megnézi ezt a videót, annak esetlegesen ez érdekes lehet. Összefoglalva, köszönöm szépen, hogy néztek engem, köszönöm szépen azoknak is, akik esetlegesen ilyen-olyan a csatornán véleményt mondanak a munkásságomról, ezek a visszajelzések, mik a negatívak is, vagy más gondolatokat vetítenek ki, mint amit én szeretek, de nagyon fontosak számomra, miért én olyan tartalmat szeretek gyártani, csinálni, készíteni, ami nekem fontos, esetleg egy picit értek is hozzá, kettő, nektek is hasznos lehet. És hogyha ez a kettő, én örömöm, hogy elkészítek valamit, a ti örömötök, hogy megnézitek, találkozik, akkor a csatorna bővülni fog. Ami fontos, használjátok a lájkot, illetve a diszlájkot. Nem sértődök meg azon, hogyha valaki diszlájkolja a dolgokat, mert a legtöbb videómnál ott van, hogy azért lájkolj valamit, nem azért, mert tetszik, persze azért is lehet, hanem mert szeretnél ilyen témát még hallani, látni, és ilyet csináljuk. Diszlájkolj, hogyha nem tetszik a téma, ne legyen ilyen egy téma, akkor én azt észre fogom venni, hiszen látjátok, hogy egész jól lehet látni ebbe a rendszerbe, hogy hány lájkot és hány diszlájkot kap az ember, össze tudja vetni a nézettséggel. Ha valami igazából olyasmi téma, hogy a kutyát sem érdekli, de legalább senki nem nézi meg, és csak van, hát azt hanyagolom, hiába a szívem csücske, nem fogom erőltetni, vagy rövidebbre fogom, vagy éppen egyáltalán nem fogok hozzányúlni. Szóval mindenkinek kellemes 2024-es évet kívánok, és köszönöm szépen, hogy néztetek. Sziasztok!